Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. 100 ezer ügyfél. Nyílt nap a járási kormányhivatalban. Elfortak a csobán ciborok. András napi bormustra. Sikeres évet zártak. Összeült a német nemzetiségi önkormányzat. November 28-án csütörtökön délelőtt a környék polgármestereit, majd az érdeklődő középiskolásokat várták a járási kormányhivatal nyílt napjára az udvari tanácsterembe. Ezen a napon a hivatal késő estig tartott nyitva, hogy bárki megismerkedhessen az ott folyó munkával. A mai nap közigazgatás és igazságügyi minisztérium meghirdette a kormányhivatalok napját, amely ugye a 2013. január 1-én bekövetkezett változásoknak köszönhetően már nem csak a megyeszékhelyeket érinti, hanem valamennyi járási hivatalt is. Ez a program tekintetében úgy fog mai nap lezajlani, hogy 10 órakor egy megnyitó keretében tájékoztattuk az érdeklődőket, meghívott polgármestereket a járási hivatal felépítéséről, szakigazgatási szervekről bemutatkoztak a szakigazgatási szervek vezetői, az eddigi munkánkról, ügyiratforgalomról, egyáltalán a fogadott ügyfelek darabszámáról. Egyébként ezúton jelezném, hogy meghaladtuk a 100 ezeres ügyfélforgalmat, tehát azért a tapolcai járás lakossága elég aktív, és nagyon sokan szerencsére jönnek idegen járások területéről is hozzánk ügyet intézni. Most 12 órától egy rendhagyó, vagy inkább interaktív osztályfőnöki órát tartunk érdeklődő középiskolásoknak. Itt a középfokú intézményekből érkeznek gyermekek. Remélem, van közöttük olyan, akit érdekel ez a pálya, és tudunk számukra valamilyen újdonságot mondani. Természetesen nem a száraz közigazgatási szaknyelvet alkalmazva, hanem egy kicsit az ő érdeklődésüknek megfelelő hangnemet próbálunk megütni. Ezt követően lehetőséget biztosítunk számunkra is megismerni a járási hivatal valamennyi szakigazgatási szervének, okmányirodai osztálynak a munkáját. Megnézhetnek GPS-es földmérőeszközöket, állatorvosi laboratóriumot munkaközben, okmányirodai adatfelvételt, ügyfélkapu regisztrációt, információt fognak arról kapni, hogy a vállalkozóvá válásnak milyen útjai vannak, mert szakközépiskolából is érkeznek gyermekek, illetve az őt érdeklő bármilyen témakörben, amiben mi tudunk segíteni, vagy csak felvilágosítást adni, segítjük őket. Még a mai nap jelentős eseménye az, hogy este 8 óráig tartanak nyitva ezek a hivatalok, tehát az okmányirodába is bárki jöhet, akár 18 óra után is bármilyen ügyét intézni. 100 ezres számot említett, hát ez egy óriási szám, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy sikernek könyvelhető el. Hogyha a járási hivatal első évére gondolunk, akkor mondhatjuk-e, hogy sikeres volt így az év vége felé, hogyha összegzünk? Hát én akkor lennék boldog, ha ezt az ügyfeleink mondanák, hogy sikertörténet, de bízunk benne, mert minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a lehető legnagyobb szakértelemmel, legnagyobb hatékonysággal szolgáljuk ki őket. Nyilvánvaló, hogy vannak az évnek olyan napszakjai, amikor ez úgy tűnik, hogy kisebb torlódások, tumultusok vannak, de az nekünk már sok és jó visszajelzést ad, hogyha idegen járásból érkeznek ide ügyfelek, akiknek itt esetleg másnapra, másik városokban pedig több hétre. A jövő évet tekintve jelentős változás lesz nálunk valószínűsíthetően a kormányablak beindulása, amelynek pontos hónapját még nem tudjuk. Ez ütemezetten zajlik a megye valamennyi okmányirodai osztályát. Bizonyára tetszettek látni, hogy a Veszprémi járási hivatal egy új és méltó helyet fog kapni az elsők között, és természetesen mi is sorra kerülünk a jövő év során. Ami talán a kormányablakkal kapcsolatban jelentős, hogy épp készítettünk egy számítást, mely szerint most átlagosan heti 26 órát vagyunk nyitva, úgymond a hivatal. Ez a kormányablakban heti 60 órát fog jelenteni, amelynek az egyharmada az a klasszikus munkaidőn kívülre fog esni, tehát délután 16 és 20 óra közötti időtartamban. András napján vége van az évnek, legalábbis a népi mezőgazdasági naptár szerint. Ekkor hagyják haza az állatokat a messzi legelőkről, ekkor fizetik ki a gazdák a béreseket. Ehhez kapcsolódóan pedig Diszelben megkóstolták az új borokat. Az immár hagyományos vacsorával egybekötött esten részt vettek a diszeli bortermelők és borkedvelők. Ez a András napi rendezvény immár a negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Én úgy gondolom, hogy minden település életében fontosak a hagyományok,
ha vannak, hanem akkor keressük olyan lehetőséget, ami hagyományt tudunk kialakítani. Hát mi most ezzel így vagyunk, negyedik alkalommal kerül megrendezésre az András nap, amiben kicsit összekötöttük az új bor ünnepével. És úgy gondolom, mert nagyon fontos, hisz a Csobánc-hegy, Hajagos-hegy és a különböző hegyek itt, ami körbeveszik a tanúhegyek a települést, évszázadok óta szőlő és bortermeléssel foglalkozó gazdákat ölelt fel, hogy ezt kicsit próbáljuk feleveníteni, és ennek megfelelően kicsit megadni a módját az újbornak. Ekebelén kerül só tulajdonképpen az újbor szentelésére, és minden évben törekszünk arra egy olyan boros gazdát, itt a környező településekről hívjunk meg, aki bemutatja a borait. Ebbe az évbe az Istváni családi pincészetnek a borásza kerül, családi pincészet kerül bemutatásra, hisz úgy gondolom, hogy nem csak mint kiváló borokat állítanak elő, hanem a településünkön is van szőlő, amivel rendelkeznek, így természetesen egy kicsit ide is nyúltunk ezzel. Igyekszünk szintén a hagyományokat úgy ápolni, hogy a köszöntők után kerül só tulajdonképpen a borok megszentelésére, amit a rendes Sándor atya fog elkövetni, és azt követően pedig a Istváni Gergely, a családi pincészetnek a tulajdonosa, vagy egyik tulajdonosa fogja bemutatni, majd ezt követi a vacsora, ami természetesen libához fog kapcsolódni, az előétel is, a főétel is, és az azt követő tulajdonképpen programok is ehhez kapcsolódnak, majd pedig egy ilyen zenés záró bankettel fejezzük be mai napot, ami remélhetőleg a hónapi napba átnyúlik majd. Az idei évben ezzel tulajdonképpen befejeződnek a rendezvények, mert ezt tudjuk, hogy a hónapi naptól a bőt indul az advent, és mi is ezt próbáljuk betartani vagy betartatni. A következő rendezvényünk az valamikor január vége, februárban fog lenni, szintén a hagyományosan megrendezés gerülő falusias disznóvágás. Mivel szintén várjuk majd a város és a város környéki, de elsősorban a helyi lakósokat, fiatalokat és megjelenteket. Azt mondják, hogy az idejében volt minden, ami a szőlőnek kell, napsütés is, eső is, csak nem mindig a megfelelő időben. Így aztán nem biztos, hogy olyanok lettek a borok, amilyennek szerették volna a gazdák. Ön mit gondol erről? Hát igazából remekül összefoglalta, megfogalmazta, úgyhogy igazából én mit fűzzek ehhez hozzá. Igazából egyet tudok ehhez még mondani, majd a puding próbálja az evés. A mai napon majd eldől, hogy ki milyen bort tudott készíteni, meg fogjuk kóstolni egymás borait, ugye az Istváni pincészet bemutatkozik. Én azért úgy gondolom némi odafigyeléssel, és ha elfogadtuk a szakemberek tanácsait, akkor azokat a nagy átlagborokat, amiket eddig elő tudtunk állítani, mindenképp elő tudtuk állítani. Azt gondolom, hogy egy-egy kimagasló tételt is tudtunk talán készíteni, de igazából most még annyira fejletlenek ezek a borok, hogy nehéz erről még beszélni. Majd a Sándor napi bormustra ennek a rendezvénynek a nagy testvére majd igazából ott mutatkozik meg, hogy ki mit tudott kihozni a mai évjárat, illetve az idei évjáratból. A mai napon ez még csak egy előkóstoló, igazából ez a jó hangulatról szól, aztán többit meg majd az élet megmutatja. Ritkák az olyan alkalmak, amikor a borászok, a boros gazdák egymás mellett ülve fehér asztal mellett tudják megvitatni örömeiket, bánataikat. Ez a rendezvény is egy ilyen alkalom. Mi a véleménye az itteni gazdákról, az itteni gazdák közti kapcsolatról? Segítik egymást, van esetleg rivalizálás? Hát rivalizálásnak úgy gondolom mindenképp helye van valamilyen szinten, mert mindenki arra törekedjen, hogy egy kicsit lepipálja a másikat, egy-egy olyan el tudja mutatni a másiktól, amelyik nem tud megszólalni tőle mondjuk a kóstolója, úgyhogy a rivalizálás ilyen szinten szerintem helyén van. Én igazából úgy gondolom, hogy helyi szinten inkább a bortermelőkről beszélhetnénk, mert a borászat az én szemszögemben egy teljesen más kategória, az egy külön szakma, azt évekig tanulják emberek, akik igazából borásznak hívhatják magukat. Én úgy gondolom, ha lelkes amatőrökkel tele van mondjuk egy hegy, annak előbb-utóbb jó vége lesz, az meg fog mutatkozni a borokban. Mi igazából azon dolgozunk most már nagyon régóta, hogy a szakmát, akik tényleg igazából borászok, szőlészek, összehozzuk a gazdákkal. A gazdák ismerjék meg a tudományos oldalát a szőlőnek, amennyit kell ugyanabból tudniuk, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a későbbi munkájuk folyamán hasznukra fog válni ezek az információk, amit esetleg egy előadás Mayer igazgató úrtól, Kájér professzor úrtól esetleg, amit hallanak,
vagy nem beszélve arról, ugye Istvánni Gergő, vagy a Borbé pincészet, akik jeleskednek itt a környékünkön, esetleg egy-egy előadással segítik. És igazából én célul tűztem ki azt is, hogy a gazdákat segítve, ugye hegyközségi szinten is szeretnénk ezt egy kicsit majd koordinálni. Mint a hegyközség elnöke, úgy gondolom, hogy szeretnék ilyen rendezvényeket szervezni. Én úgy gondolom, hogy először lehet, hogy csekély lesz az érdeklődés, de évek alatt majd csak lesz ennek létjogosultsága. Sikeres évet zárt a Német Nemzetiségi Önkormányzat az idén. Takarékosan gazdálkodtak és mindent megvalósítottak, ami az idei munkatervükben szerepelt. Az év végére is maradt még feladat, hiszen megyei nemzetiségi gálaműsoron, választási tájékoztatón és nemzetiségi napon vesznek részt a képviselők. A jövő évre pedig nagy terveket fogalmaztak meg. Többek között szeretnék újraindítani az egykor nagy sikerű német nyelvi táborukat is. A testület december 3-án ült össze. A mai ülésünk a harmadévi pénzügyi beszámoló. Napi rendi pontként ez megjelent az ülés anyagába, a hirdetésbe is, és ez az ülés után közmeghallgatást tartunk, ami ugye éves munkaösszefoglaló egyben, és hát ha van érdeklődél feltett kérdésekre szívesen válaszolunk, úgyhogy ezt minden évben megtartjuk. Pénzügyileg most az idei évet nagyon eredményesen zártuk, igaz, hogy szigorú gazdálkodás mellett, de mondhatjuk azt, hogy az előző évekhez képest a gazdálkodásunkban komolyabb tartalékok is megjelentek, nem költöttünk annyit, hogy ez mindenképpen a szigorú pénzügyi gazdálkodásunknak az eredménye. Úgyhogy előző évekhez képest ugye azért csak-csak csökkennek a bevételeink, egyre nehezebb azért a pénzügyi talponmaradás, de bízva mondhatom azt, hogy azért ez urrá tudunk lenni a helyzeten. Tehát szigorúan megfogva a pénzünket, a programjaink, figyelemmel kísérve úgy gazdálkodunk, hogy jusson is, maradjon is, és természetesen amit elterveztünk, azt meg tudjuk valósítani. Az egyik legkiemelkedőbb program az idei évben is a Tapolcai Ünnepi Napok keretében a Német Nemzetiségi Önkormányzat bemutatkozása volt. Nagyon sikeres volt, sokan voltak. Szeretjük ezt a fajta megjelenési módot, mert az ünnepi napok keretében amúgy is központi dolog az, hogy a kultúra előtérbe kerüljön. A városba látogatók biztos, hogy szeretik ezt a rendezvényt, mert nagyon látogatottak ezek a rendezvények. Ebből ugye mindig van egy olyan nap, amikor mi is bemutatkozhatunk. Természetesen olyan kulturális bemutatót szeretünk tartani itt, hogy akkor tetszedjen a közönségnek. Ezt a visszajelzésekből igyekszünk lemérni, hogy jó hangulat legyen, és hát egy kis ízelítőt kapjanak a német nemzetiségi kultúrából, ami itt a Veszprém megyében, vagy a közvetlen környékünkön a mindennapjainkban jelen van ugyan, de már egyre kevésbé látható, és akkor azt így ápolva talán nem merül feledésbe ez a fajta megmentett tánckultúra, énekkultúra, zenei anyagok, amelyek inkább már csak az idős korosztály hordozza még az emlékeibe, némely együttes és csoport ugyan ápolja ezeket a hagyományokat, de a megjelenés az fontos, hogy ugye fent maradhasson. Minden ilyen rendezvényt megragadunk az együttesek oldaláról is, és mind szervezők oldaláról. Jövő év tervei? Szeretnénk ugyanúgy az erőforrásainkat felhasználni ilyen jellegű kulturális bemutatókra. Nem utolsó sorban a nyelvtanulásnak az elősegítése, ugye leginkább fogékonyak ezek a diákok, amelyek általános iskolai padba ülnek, az a korosztály az, akit inkább érzékenyek a nyelvtanulásra és könnyebben rávehetők erre. Mindenképpen fontos az, hogy itt a környezetünkben a német nyelvtanulás előtérbe kerüljön nem csak a megyébe, a Dunántúlon, a környezetünkbe, az egzisztenciának az elősegítése csak úgy sikerülhet, hogyha megnézzük, a legtöbb idegen multinacionális cég szinte mind német nyelvű,
a munkába elhelyezkedés és a kommunikáció az nagyon fontos, és én szerintem ez lesz a jövő útja, annak ellenére, hogy az angol, mint világnyelv nem elhanyagolható természetesen, de azért a német nyelv az nagyon fontos, úgy érzem. Nézzük híreinket röviden. 100 000 ügyfél. Nyílt nap a járási kormányhivatalban. Elfortak a csobánci borok. András napi bormustra. Sikeres évet zártak. Összeült a német nemzetiségi önkormányzat. Kedves nézőink, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!